Üdvözöllek! Ebben a videóban egy ilyen megoldást nézünk meg, amelyel a weboldalak készítése során megspórolhatjuk azt az időt, amikor egy kódszerkesztőből, akármelyikből átmegyünk a böngészőbe, és meg kell nyomni az F5-öt annak érdekében, hogy az oldalt frissítsük. Ehelyett egy olyan megoldást nézünk meg, ami lehetővé teszi, hogy amikor elmentjük az adott fájlt, legyen az HTML, CSS vagy éppen JavaScript, és átvándorlunk a böngészőbe, akkor ott már a frissített oldal várjon minket. Sőt, hát tulajdonképpen azt is megtehetjük, kellően nagyméretű monitorok esetén, hogy elrendezzük ezt úgy, hogy egyszerre lássuk a kettőt. Hát igen, most nyilván ebben az esetben ez eléggé problémás ezen a felbontáson, de hogy általában nem szoktunk ilyen kis kijelzőn fejleszteni. Legalábbis a nagy többség úgy gondolom, hogy ennél azért nagyobb monitort szokott használni, akár a webes vagy egyéb fejlesztései programozások során. De a lényeg itt is látszani fog azért. Ez egy kiegészítő lenne, ami a Chrome-hoz elérhető. Az a neve, hogy Live Page. Itt van rögtön az első találat. Live Page Chrome. Hát ennek tulajdonképpen egy baja van, hogy ez füzetős lenne. Látható, hogy nekem itt most hozzáadás van azért, mert én ezt már megvettem. Hát ez füzetős, de igazából évente kerül 1000 forintba, amit úgy gondolom, hogy bőségesen megér. Tulajdonképpen ennél többet is megérne. Ami még hozzátartozik az igazsághoz, hogy egyes kódszerkesztők bizonyos kiegészítésekkel együtt működve képesek ezen funkciókra, vagy legalábbis részlegesen képesek rá. De ez mindenféle kódszerkesztővel meg tudja ezt tenni. Igazából mindegy, hogy milyen kódszerkesztőről van szó, hogy miben írjuk át a weboldal fájlokat. Ez attól függetlenül működik. Ráadásul működik úgy is, hogy ha megnyitunk egy fájlt közvetlen, tehát egy HTML vagy egy CSS fájlt a saját számítógépünkről, vagy úgy is, hogyha a számítógépünkön fut egy webszerver, vagy pedig akár az interneten jelenlévő, tehát valamilyen domain alatt elérhető weboldalakkal is működik. Szóval ez elég jól és könnyen használható. Úgyhogy úgy gondolom, hogy mindenképpen megéri az évente 1000 forintot, ami bekerül. De egyéb iránt itt van egyébként a forrás, hogy erre kattintunk, akkor itt a forrás kódot azt tulajdonképpen mi megnézhetjük, és valójában ezt elméletileg le is lehetne tölteni, és ez így telepíthető, tehát egy zip file töltődik le, és ez telepíthető a fejlesztői változata is, anélkül, hogy megvennénk, de hát én őszinte legyek, ezt ki sem próbáltam, mert 1000 forintról van szó, így fel sem merült bennem, hogy fejlesztői változattal kínlódjak, amikor itt egy kattintással megoldható, persze fizetés után. Meg hát igazából ennyi támogatást úgy gondolom megérdemel a fejlesztő. Na mindegy, szóval most akkor én ezt hozzáadom a Chrome-hoz, bevitmény hozzáadása. Közli velünk, hogy hozzáadásra került, és tulajdonképpen annyi az összes dolgunk, hogy megnyitunk egy weboldalt, ami, mint mondtam, lehet egy tárhelyen, egy domain alatt működő weboldal, vagy hát lehet a számítógépünkön egy szimpla file. Tehát például az index.html-t megnyitom Chrome-ban, és akkor erre kattintok, csak az a probléma, hogy alapesetben ez le van tiltva, ezért ezt engedélyezni kéne. Ehhez elvándorlunk ide is további eszközök, bővítmények, és itt van a live page, itt van, hogy a file URL-ekhez való hozzáférés engedélyezése. Oké. Ezek után, hogyha erre kattintok, akkor ennyi igazából az egész. Megjelenik, hogy live, és akkor ez már is működőképes lesz. Ezek után, hogyha átírunk ebben a HTML-ben valamit, mondjuk ezt itt, és elmentjük, mire visszamegyünk a böngészőbe, az már frissült, és itt van ez a szöveg. Milyen beállításai vannak ennek? Kattintsunk rá, jobb megjelenés beállítások. Ami itt lényeges talán, a többi az úgy nagyjából valószínűleg jól a beállítás mellett is mindenkinek, az az, hogy milyen időközönként ellenőrizze a módosításokat. Itt azt ajánlják, hogy ha a saját számítógépünkön vannak a fájlok az adott weboldal, akkor 175 ezred másodperc alá is állíthatjuk, tehát lehet akár 100 vagy 50. De hogyha ez egy szerveren van, tehát egy tárhelyen interneten elérhető weboldal, akkor 250-nél alacsonyabbat nem nagyon kellene beállítani. Most akkor legyen 50. És akkor igazából ez így ennyi. Itt nagyon más nem is igazán kell beállítanám, még itt nincsen engedélyezve, hogy egy teljes doménen lévő aloldalak esetén ez működjön vagy sem. Hát ezt be lehet jelölni, aki szeretné.
Nekem jelenleg nincs értelmezve, hiszen egy saját számítógépemen lévő weboldal esetén használom, de mondom, aki szeretné, engedélyezze. Illetve ezt is be kell állítani. Abban az esetben, hogyha egy tárhelyen lévő weboldalról van szó. Jó, hát rendben, ennyi igazából, és akkor hát látható, hogy HTML-nél működött, most akkor nézzük meg még a CSS-nél is. Mondjuk a szint azt, hogyha átírom, nézzük, hogy az lesz-e hatása bármire is. Hát igen, látható, rögtön minden piros lett. És akkor most azt is nézzük meg, hogyha most, hát most elrendezem valahogy, de mondom, ekkora kijelzőn azért ez nem olyan nagyon nagy öröm. Nyilván én sem ekkora monitoron szoktam a webfejlesztéssel kapcsolatos dolgokat végezni, de a videó kedvéért most azért elrendezem itt is. Így, és akkor hát tulajdonképpen, ha most itt elkezdjük módosítani a dolgokat, elmentjük, akkor rögtön látható, hogy igen, hát valóban ez már módosult. És akkor nem kell nekünk ide átmenni a böngészőbe egyáltalán. Nem egyszerűen csak itt írjuk a kódokat, és akkor időnként elmentjük, amikor szeretnénk ellenőrizni, és akkor rögtön már is itt módosult. De ugyanúgy persze a HTML-ben is. Mondjuk most akkor ez a részlet, igen, ez itt van. Ez a szöveg, ez igen, ott van fent, oké, kitörlöm, elmentem, és hát látható, hogy újra töltött az oldal. De CSS esetén igazából, amint látható, nem is tölt újra, csak maga a CSS, ami azért felgyorsítja a munkát, hiszen nem kell megvárni, míg újra tölt az egész oldal, hanem egyszerűen csak frissíti a CSS-t és kész. Hát ez tulajdonképpen ilyen módon működik. Elméletileg működnie kellene normál weboldalak esetén, tehát amelyek az interneten egy domén alatt érhetőek el, illetve a saját számítógépünkön működő webszerveren lévő weboldalak esetén is. Ja, és persze, ha már elindítottam, akkor megmutatom, hogy ez teljesen kódszerkesztő, fejlesztő eszköz független. Látható, már is újra töltött, tehát itt van. Tehát tulajdonképpen akármilyen kódszerkesztőben vagy fejlesztő környezetben írhatjuk a kódokat, ez teljességgel lényegtelen. Ezért is nagyon jó igazából ez a kiegészítő.